Sziasztok, Bodzi vagyok, és a mai napon Straubazsinak a WZ131-es szkeppei körét hoztam el nektek. Maga a tank az nekem az egyik nagy kedvencem. Ugye erre a tankra az 59-16 ágyúján kívül még föl lehet pakolni a 85 mm-est, illetve a 100 mm-est is. Én személy szerint a 85 mm-es preferálom, egész egyszerűen azért, mert a 100 mm-esnek ez a 8 másodperc feletti töltés ideje egy 7-es light-tól szememben elfogadhatatlan, viszont ez az 5 másodperc körüli a 85 mm-esnek egész kellemes tankja tudja ezt tenni. Illetve még egy dolog, hogy bár 85 mm-es az ágyúja, amivel a legtöbben használják, ezért egy kicsit gold igényes, vagyis hát heat igényes, fejezzük így magunkat. Bazsi ezt a tankot látótáv és pontosságnövelő skill-ekkel használja, illetve persze a parancsnokon van egy hatodik érzék, ami lightokra szinte kötelező. És töltésgyorsítóval, célzásgyorsítóval és optikával használja. Ugyan a pályán ez a standard spotolós pozíció, itt Bazsi az előbb nagyon jól csinálta, hogy nem lőtte meg a Su-122-44-et. Egy kicsit visszátolat, hogy hát ha ott valaki felderítődik még, és lehet látni, hogy a saját csapatunk az A1-2-es sorra nem igazán ment ki, mindenki inkább itt a bázis környékén próbálja meg alkotni a dolgait. Felbukkant egy T-34-85 is, és Bazsi itt el fog követni egy hibát, ellőtte magát. Fel is derítődött, és gyönyörűen bekapott egy 341-es sebzést a szutól. És ennek az ágyúnak elég érdekes dolgai vannak, néha olyanokat tud misszelni teljesen becélzott lövések esetében is, hogy félelmetes, valamikor meg simán forgás közben is gyönyörűen beadja a találatokat. Bazsi úgy gondolja, itt neki sok keresni valója nincsen, és megindul inkább a többiek felé. De teljesen jól lehet látni, hogy az ABC sor az szinte elbukott. Felbukkant egy 50-100, aki valószínűleg tölt éppen, és ennek az ágyúnak az a tank nem ellenfél. És amíg itt megy itt a csiki-csuki, azért annyit elmondanék, hogy Straub Bazsi nem az a Straub Bazsi, akire sokan gondoltak itt a Botinfon, tehát nem Straub Dezsőnek a fia, tehát teljesen felesleges tőle színházjegyeket kérni, mert sajnos nem fog tudni adni. Akkor nézzük is, hogy mit alkot tovább Bazsi. Ugye most meg kell próbálni itt az itt lévő tankokat gyorsan redelálni, hogy a hátról érkezőket lehessen tudni fogadni. A KV-85 el is hullott. A Su-100 M1-be csak egy kritikusat tudott lőni Bazsi. De legalább az AMX ráfaragott, és ezzel meg is van Bazsinak az első fregje. Ez egy nagyon szép driftelős mozdulat. És jól lehet látni ez az ágyú, hogyha oldalba tudjuk kapni az ellenfelet, akkor még a Tigris 2-t is gyönyörűen tudja szeregetni alaplőszerrel is. És mert Bazsi ráfordult az IS-3-ra beváltott hitre, mert a szemből nagyon mással nem fogja tudni beverni. Ügyesen meg is találta az alját az IS-3-nak. Lehet látni, hogy ott a csukaóra alatti lészt lövöldözi. Megvan a második fregje. Most következik az IS-6-os. Ez pont ott a toronygyűrű közötti részen kapta el, onnan azért lepattant. Most meg maga az elejét. Viszont most már a tetejét célozza, amit gyönyörűen be tud vinni. És lehet látni, hogy ugye most megint az elejét célozza, ugyanis mivel fölemelte a tankját, így hát az már effektív védelmet nem nyújt. De legalább a helket megjelent a fenekébe.
De valószínűleg csak a kiságyú volt rajta, mert csak 114-et sebzett. Hát a IS-6 tornyát így szemből nagyon ezzel a lövedéken nagyon nem fogja tudni beütni. Most viszont innen a Hellcatet kéne először kiabálni, amit meg is tett a Tigris 2-nk. És ezt mondtam, hogy az előbb gyönyörűen betalál, most nem talál. Ez éppen elment fölötte. És nekem most jön a kedvenc részem. Olyan szépen ráment itt a IS-6-ra, hogy ezt öröm nézni. Ugye betette autócélzásba, így hát csak a tank mozgatására kell figyelni. És Bazsi nagyon ügyesen használja a lövedéket, ugyanis nem váltott hitre, amit ugye elnyelne az IS-6-nak a oldalpáncélja. Simán alaplőszerrel ki tudta végezni, ez egy nagyon ügyes megmozdulás volt a részéről. Közben itt a bázisra már csak egyedül maradt, viszont már van egy egylövéses 34-85 ellene. Ez gondolom azért nem ellenfél. Ez valószínű valami bot kategória lehet. És ezzel Bazsinak megvan a harmadik fregje, és miközben kiosztott már 2834 gimist, következik az arti, mint fő célpont. Ugye ilyenkor a prioritás első az arti. Egy lövés ez itt ugye... Hát ezt nem is tudom miért lőtt el az arti, ez teljesen felesleges lövés volt a részére. Innentől közösen free damage Bazsinknak. És megvan a negyedik frag. És ugye maradt a KV-2 ellenfélként, aki az IS-6-tal küzd. De hát az IS-6 neki csak egy lövés, ami meg is történt jelen pillanatban. És Bazsi nagyon ügyesen megállt, és a látótávra appellálva próbálja meg szeregetni a KV-2-t. Hát ez pont a toronynak az élét kapta el, és azért tudott lepattani ez a hit. Szerintem a KV-2 csak vaktába lövöldöz. Még megengedett egy blindshotot, de mivel most már várható, hogy a KV-2 újra fog tölteni, ezzel inkább úgy gondolja, hogy hátulra kell menni. A KV-2 nem tudja, hol van Bazsi, tehát nem látja, azt tisztán lehet látni a tankjának a mozgásából. Ugye a heat az közben elfogyott, tehát most már mindenféleképpen hátulról kell valahogy lövöldözgetni a KV-2-t. Meg is van a hátulja. És gyönyörűen kiszedte Bazsi. Bazsi ezzel a meccsen megkapta a tankászt, a nagy kalibert és a szövetséges medált. Volt 5 killje, kiosztott 3908 damage-t. Úgy gondolom, srácok, ez egy szép kör volt. Bár viszonylag könnyített MM, mert csak 8-as tankok voltak ellene, de ettől függően nekem nagyon tetszett ez a kör. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, sziasztok, Bodzi voltam.